Dicsőség Jézus Krisztusnak! Krisztusban, kedves testvérek! A mai liturgiánkon a harmadik hangot fogjuk majd venni. A harmadik hangot a 157. oldalon tetszenek találni. Kontákot is onnan fogjuk venni, most és pedig majd szokásosan. Szeretettel köszöntöm a 21-es csatornának a nézőit is, akik majd bekapcsolódnak ebbe a liturgiába, és majd később megnézik a Facebook oldalon, ahol majd fel lesz téve ez a liturgia közvetítés. Áldottan Istenem, köröttől fogva most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Mennyei Király, vigasztaló Szentlélek, igazságnak lelked, mindenütt jelen vagy, és mindeneket betöltesz. Az Atya és Fiú és Szent Léleknek országa, most is, mindenkor és örökkön örökké. Amen. Békességben könyörögjünk az Úrhoz. Uram, mi a mennyei békért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, mi az egész világ békességért, Isten szent egyházainak jólétért, és mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz. Ezen szent hajlékecs mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és Isten félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz. Isten szerető Milán és Nílus püspökeinkért, a tisztes áldozó papságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz. Ezen községért, minden városért, községért és vidékért, az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz. A levegőnek kedvező mérsékletért, a föld terményeinek bőségért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz. A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért, csezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz. Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől könyörögjünk az Úrhoz. Oltalmazd, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. A legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülő és mindenkor szűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást, egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Örvendezzetek az Úrnak mindenből, mondjátok dicséretet az ő nevének.
Bölcsesség, igaz hívők! Gyertek, imádjuk Krisztus, és boruljunk előtte, üdvözíts minket, Isten fia, így halottaiból feltámadtál, vigadjanak a mennyeiek, és örvendezzenek a földiek, mert te az Úr a maga jobbjával új irodalmat teremtett nekünk, és legyőzén a halál, szabadított minket, és a világnak gazdag kegyelmet ajándékozott. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek, föltámadta a mai napon a sírból irgalmas, és minket is kivezettél a halál irodalmából. Ádám igadoz és Éva örvendez, és a profétákkal és patriarkákkal együtt szüntelen dicsérítik a te isteni hatalmad uralkodását. Most és mindenkor, és örökkön örökké, amen. A te születésed által megtisztátszűz, jó elkív és anna a magtalanság szégyenétől, Ádám és Éva pedig a halál mennyészetétől szabadultak meg. Ezt ünnepik a te népeid is, letévén az ősi bűntelé, nőnik kiáltanak hozzád. Magtalanság szűrte az Isten anyát, a mi életünk tápláló. Mert szent vagy te, mi Istenünk, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
figyelmezzünk, békesség minnyájatoknak, bölcsesség figyelmezzünk. Énekeljetek a mi Istenünknek, énekeljetek, énekeljetek a mi királyunknak, énekeljetek. A mi királyunknak énekeljetek. Bölcsesség. Szent Pál apostol Timóteushoz írt levelének olvasása. Figyelmezzünk. Atyám, fiai, igaz beszédet, s teljes hittel érdemlő, azért jött el Krisztus Jézus erre a világra, hogy üdvözítse a bűnösöket. Ezek között az első én vagyok, de éppen azért találtam irgalmasságot, hogy Krisztus Jézus rajtam az első mutassa meg egész hosszan tűrését, okulásul azoknak, akik hinni fognak benne az örök életre. Tisztesség és dicsőség érte az örökké valóság halhatatlan, láthatatlan királyára, az egy Istennek mindörökkön örökké. Amen. Békesség néked. Bölcsesség, figyelmezzünk. Alleluja. Bölcsesség, igaz hívők, hallgassuk a Szent Evangéliumot, békesség minnyájatoknak. Szent Lukács Evangéliumának olvasása. Figyelmezzünk! Azon időben, midőn Jézus Jeruzsálemhez közelgett, egy vak ült vala az útvélen kéregetvén, és midőn hallotta az átmenő sereget, kérdezi, micsoda az, mondák pedig neki, hogy a názáreti Jézus megyen által. És kiállta mondván, Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajta. És kik elől mennek vala feddék őt, hogy hallgasson, ő pedig annál inkább kiállta, Dávidnak fia, könyörülj rajta. Megállván pedig Jézus magához parancsolá őt hozatni, és midőn közeledett, kérdi őt mondván, mit akarsz, hogy cselekedjem neked? Amaz pedig mondá, Uram, hogy lássak, és Jézus mondá neki, láss, a te hited megszabadított téged. És azonnal látta, és követi őt magasztalván az Istent. És az egész nép, amint ezt látta, dicséretet mondta Istennek. Krisztusban, kedves testvérek! A jerikói vaknak a történetét halljuk a mai evangéliumi szakaszban. Egy olyan embernek a történetét, akinek az életét elég nehezen tudjuk elképzelni. Hiszen általában az ember, amikor éli az életét, az életének a nagy részében elég jól szokott látni. És ahogy öregszünk, ahogy egyre idősebbek leszünk, úgy szokott bennünket, talán nem mindannyiunkat elhagyni a látásunknak a képessége. És van, amikor az ember valamilyen oknál fogva már korábban elveszti a képességét, sőt olyan is akad, hogy eleve enélkül a képesség nélkül születik meg. Ellenben van egy olyan betegség, amikor az embernek a szeme teljesen rendben van, az ember teljesen normálisan kellene, hogy lásson, csak éppen a fejében van a bibi, és noha minden szerve nagyjából normálisan működik, és az ember azt is hiszi, hogy lát, valójában mégsem lát teljesen egészében. Amikor Jézus Krisztus meggyógyítja ezt a vakot, ez a vak már tudatában van az ő saját vakságának.
Tudatában van, hiszen koldusként tengeti az életét, lenézett emberként tengeti az életét, olyan valakiként, akit kitaszítanak a többiek azért, mert valamilyen képességgel nem rendelkezik, ami a többieknek a birtokában van. És miután tudatába kerül az ő vakságának, nyilván mindent elkövet azért, hogy ez a vakság megszűnjön. Ha lehetséges, akkor bármit megpróbál azért, hogy a látása visszatérjen. És a vakember, amikor elveszíti a látását, akkor elég sok mindennel próbálja pótolni. Próbálja a tapintásával. Próbálja a hallásával. És aki nem lát, az inkább szeret hallani. Valószínű, hogy az útszélen ez a vakember hallott Jézus Krisztusról. Hallott arról, hogy egyik, másik, harmadik helyen csodákat tesz. És amikor meghallotta, hogy ez a csodatevő épp arra megy el, amerre ő van, hát hogy ne használta volna ki a lehetőséget, hát ha ez a csodatévő Jézus őt meg tudja gyógyítani. És milyen érdekesek Jézus Krisztusnak a csodái. Általában azokkal az emberekkel történik, akik kifejezik a hitüket. Meg is kérdi ezt az embert, mit akarsz, hogy tegyek neked? Azt mondja viszont, hogy lássak. És mit válaszol Jézus? Legyen neked a te hited szerint. Annyira gyógyuljál meg, amennyire van hited abban, hogy én meg tudlak téged gyógyítani. És úgy látszik, hogy tényleg van hite ennek az embernek, mert meggyógyul. Érdekes, hogy milyen fordított dolog az, amikor a zsidók és az ő ismerősei próbálnak csodákat kicsikarni Jézus Krisztustól. Ott ez a folyamat pont fordítva megy. Fogunk hinni, ha előbb látunk valami csodát. Ez az ember pedig először hisz, és aztán történik vele a csoda. Hogy mi nekünk a tanulság ebből a történetből? Hát az egyik, hogy amikor a hitünkkel kapcsolatban gondolkodunk, amikor elmélkedünk, akkor mi is gyakran észrevesszük, hogy mennyi mindent nem tudunk még a Jóistenről. Amikor az ember elindul teológiát tanulni, amikor levizsgázik egy-két tantárgyból, akkor bizonyos dolgok összeállnak a fejében. És minél többet megtudunk a Jóistenről, annál inkább rájövünk, hogy mennyi minden az, amit még nem tudunk. És talán a lelki látásunknak az elsődleges lépése, hogy észrevegyük, hogy van még mit tanulnunk. Van még mit az Istennel kapcsolatban megtapasztalnunk. Aztán, hogyha ez megvan, akkor elsősorban magunkba érdemes nézni, hogy mik azok a hiányosságaink, amik talán még vakká tesznek bennünket a másik emberrel kapcsolatban. Ha belegondolunk, hogy hányszor sértünk meg másik embert, akár akaratunkon kívül, amikor nem vesszük észre, amikor vakok vagyunk arra, hogy én ezzel a szavammal vagy a másikkal a másikat megbántottam. És utána csodálkozom, hogy miért nem jön a társaságomba. Miért maradt távol tőlem az az ismerősöm, akit én szeretek, akit én barátomnak tartok, akkor előfordulhat, hogy azért, mert valami olyat tettem, amit nem vettem észre, amit nem láttam meg, és emiatt maradt távol a testvérem. Adja az Úristen, hogy észrevegyük a saját hibáinkat. Adja az Úristen, hogy észrevegyük azokat a dolgokat, amiben még vakok vagyunk az Isten és az emberek felé. Adja az Úristen, hogy meglássuk, vagy megtapasztaljuk magunkban, hogy hol lehet még az életünkön változtatni. Adja az Úristen, hogy ez meglegyen. Adja az Úristen, hogy legyen mindig nyitott a szívünk a saját gyarlóságaink felé, hogy ezeket megtapasztalva mi is tudjunk kiáltani az Úr Jézushoz, hogy Uram Jézus Krisztus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Amen. Az Atyának is, Fiúnak is, Szentléleknek nevében. Amen. Mondjuk mindnyájan teljes lelkünkből és teljes elménkből mondjuk. Uram, Uram. Mindenható Urunk, Atyáinknak, Istenek, kérünk Téged, hallgass meg minket, és könyörülj! Könyörülj!
rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj. Uram, irgalmasz, Uram, irgalmasz, Uram, irgalmasz. Könyörögjünk még Isten szerető Milán és Nélus püspökeinkért, lelki atyáinkért, Krisztusban minden atyánk fiáért. Uram, irgalmasz, Uram, irgalmasz, Uram, irgalmasz. Könyörögjünk még Isten elhunyt szolgáinak, Andor, Margit, József és Máriának lelki nyugalmáért és minden szándékosan és akaratlanul elkövetett vétkeiknek bocsánatáért. Uram, irgalmasz, Uram, irgalmasz. Isten, helyezz el lelküket, hol az igazak megnyugosznak. Uram, irgalmasz, Uram, irgalmasz, Uram, irgalmasz. Könyörögjünk még az itt jelenlévős tőled nagy és bő kegyelmeket váró népért, ami jótevőinkért, és minden igazhitű keresztényért. Uram, irgalmasz, Uram, irgalmasz. Irgalmas és emberszerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Egyetemes főpásztorunk Ferenc pápáról, Isten szerető Milán és Nélus püspökeinkről, az összes papságról és az egész egyházi rendről, ezen szent hajléknak boldog és örök emlékű alapítóiról és jótevőiről, és mindnyájatokról igazítő keresztények emlékezzék meg az Úristen az ő országában, mindig most és mindenkor és örökkön örökké. Oh,
egyszülött fiadnak irgalmáltal, akivel áldott vagy legszentebb jóságos és elevenítő lelkeddel együtt most is, mindenkor és örökkön örökké. Amen. Békesség mindnyájatoknak. Szeressük egymást, hogy egyetértőleg valljuk. Az ajtókat bölcsességben figyelmezzünk. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, a Krisztus Jézusban, Istennek szülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világossága világosságtól, igaz Isten, igaz Istenedből, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy valóságunk által mindenek lettek, aki mi élettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától és emberé lett, és megfeszítetett mi élettünk Pancius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekben, és ő az Atyának jobbján, és ismét eljön dicsőséggel ítélni elemeket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége, és a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától és Fiútól származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által, hiszen egy szent katolikus és apostoli emszent egy házban. Valók egy kerességet a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását, és a jövendő örök életet. Álljunk illően, álljunk félelemmel, figyelmezzünk, hogy a szent áldozatot békességben fölajánljuk. Krisztus malasztja az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek közöltetése legyen mindnyájatokkal. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát az Úrnak. Énekelvén kiáltván, hangoztatván és mondván. Yeah.
Egyétek, egyétek, ez az én testem, mely érettetek megtöretik a bűnök bocsánatára. Ígyatok ebből minnyájan, ez az én vérem az új szövetségé, mely érettetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Tieidet a tieidből néked ajánljuk föl minnyájunkért és mindenekért. Képpen legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkért, az Isten szülés mindenkor Szűz Máriáért. Elsők között emlékezzél meg, Urunk, szentséges főpásztorunk Ferenc pápáról, és Isten szerető Milán és Nélus püspökeinkről, s tartsd meg őket szent egyházaidnak békességben, épségben, tisztességben, egészségben és hosszú életben, a te igazságod igéjének helyes hirdetésére. Hogy egy szájjal és egy szívvel dicsőjtsük és magasztaljuk a te legtisztesebb és fölséges nevedet, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. És legyen a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk kegyelme mindnyájatokkal. Szentekről megemlékezvén ismét és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz. A bemutatott és megszentelt drága ajándékokért könyörögjünk az Úrhoz. Kegyelmes Istenünk, kedves lelkillagyanánt elfogadván azokat szent mennyei és szellemi oltárára, küldje le nekünk Isteni malasztját, a szent lélek ajándékát, könyörögjünk az Úrhoz. Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Oltalmaz, ments meg, könyörülj és őriz meg minket Isten a te kegyelmeddel. Hogy ezen egész napot tökéletesen szentül békességben és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól. Amen, Uram.
a békesség angyalát, a hűséges vezetőt, lelkünk és testünk körzőjét kérjük az Úrtól. Amen, Uram! Bűneink és vétségeink bocsánatát és elengedését kérjük az Úrtól. Amen, Uram! Jókat és hasznosakat lelkünknek és a világnak békességet kérjünk az Úrtól. Életünknek hátralévő részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól. Amen, Uram! Hogy életünket keresztény módon gyötrelem és szégyen nélkül végezzük be, s hogy Krisztus félelmetes ítélő széke előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól. Amen, Uram! A hitnek egységét, s a Szentlélek közöltetését kérvén önmagunkat, egymást egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. És méltass minket, Urunk, hogy bizalommal, elítélés nélkül bátorkodjunk téged, mennyi Isten atyánknak nevezni és mondani. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, az országa, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Békesség mindnyájatoknak. És a lelkedben. Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak. Egyszülött fiadnak kegyelme, irgalma és ember szeretete által, kivel áldott vagy legszentebb jóságos és elevenítő lelkeddel együtt most és mindenkor és örökkön örökké. Figyelmezzünk, szentség a szenteknek. Hiszen Uram és hallom, hogy ezt, amit most
Isten félelemmel, hittel és szeretettel közeledjetek. Áldott fiát! Áldjon meg téged az Úr sírból, és Úr viszem meg tégedet. Áldjon meg téged az Úr sírból, és Úr viszem meg tégedet. Isten a te népedet, és halld meg a te örökségedet. Van most és mindenkor és örökkön örökké. Igaz hívők, részesülvén Krisztusnak szentleg tisztább halhatatlan mennyei elevenítő és félelmetes titkaiban méltón adjunk hálát az Úrnak. Uram, irgalmazz! Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket Isten a te kegyelmeddel. Uram, irgalmazz! Ezen egész napnak tökéletes, szent, békességes és vétek nélküli eltöltését kérvén önmagunkat, egymást, egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert te vagy a mi megszentelésünk, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Békével távozzunk. Az Úr nevében. Könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz. Uram,
aki megáldod a téged áldókat, és megszenteled a benned bízókat, üdvözítsd népedet, és áld meg örökségedet, egyházad teljességét őrizd meg. Szenteld meg azokat, kik házadékességét szeretik, te viszont dicsőítsd meg őket isteni erőddel, és ne hagyjál minket, kik benned bízunk. Ajándékozz békességet a te világodnak, egyházaidnak, papjaidnak és minden népednek, mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van leszállván tőled a világosság atyától. És téged dicsőítünk, imádunk, s neked hálát adunk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Az ő kegyelmével és ember szeretetével mindig most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, ajánlás, Uram! Halottaiból föltámad Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának, a szent dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak, Aranyszáj Szent Jánosnak és Konstantinápoly főpüspökének, és minden szenteinek esdezései által könyörüljön rajtunk, és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Krisztusban, kedves testvérek, szeretettel hirdetem, hogy jótékonysági bál lesz Beregszászban, majd az Aranypávában, ahogy szokott lenni minden éven. 250 grivnya lesz majd a jegyár, és kérem szépen a kedves testvéreket, hogy még most liturgia után tessenek összeiratkozni, akik szeretnének jegyet, hogy én is továbbíthassam a kérést, és akkor megvesszük majd a jegyeket, és majd szétosztjuk. Jó, ez az egyik hirdetés. Másik hirdetés. Adakozás történt egyházközségünk javára. Idősebb Fejes István 200 grivnyát ajándékozott 58. házassági évforduló alkalmából. Illetve még ezen kívül hirdetem, hogy kedden hittan lesz szokásos módon, illetve abból a szempontból nem szokásos módon, hogy a kicsiknek szokásosan az iskolában fél kettőkor, most már nem kettőkor, fél kettőkor. A nagyoknak pedig együtt lesz az első áldozóknak, és akik már voltak első áldozók, egyszerre kérem, hogy jöjjenek, és lesz majd valami a tisztelendő asszonnyal. Ő fogja most tartani ezt az órát, úgyhogy kevésbé lesz tanulmányi, mint ahogy szokott lenni, úgyhogy kicsit lazítósabb lesz. Másik dolog, szerdán ünnepünk van, három szent főpapnak az ünnepe, 9 órától lesz majd a szokásos időben az ünnepi szent liturgia. Pénteken kicsit változás van, nem liturgia lesz este 5 órától, hanem vecsernye. Azért, mert szombaton már szintén ünnepünk van, gyertyaszentelő. Gyertyaszentelőn a vasárnapi menetrend aktuális, tehát reggel 8 órakor utrenye, 9 órakor szent liturgia. Vasárnap pedig szintén ugyanezen rendszer szerint, vasárnap reggel 8-kor utrenye, és 9 órakor szent liturgia. Ennek a liturgiának a felvételét előre láthatólag majd hétfő délutántól lehet megtekinteni, mégpedig a 21-es csatornának a Facebook oldalán, illetve a kerületünknek is a weboldalán, ami a gknet.org címet viseli. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Egyházadékességét szerető István testvérünknek, családjának adjurunk békességet, egészséget és áldást számos boldog éven át! Éljen a sokáig!